újabb reggelhez érkeztünk, megyünk egy kört a területen, számtalan változás történt, meg szeretném mutatni, hogy meddig jutott a kőműves brigád a munkával, mi lesz azt követően a mi feladatunk, aztán megbeszéljük azt is, hogy a mai napra mit terveztünk. A terasszal fogunk egyébként foglalkozni, a lézerrel megmérjük az érkezési pontokat, és vélhetően elkezdjük annak a vázát megalkotni. Ugye nem klasszikus ácsmunka, a zsaluzást leszámítva, amit nem mi csináltunk, hanem a kőműves brigád, de talán érdemes ezt is megnézni. A zsalu mögött található koszorúra érkezik majd pár sor tégla, arra megint egy koszorú, és az a tért fal fogja majd a tetőnket tartani. Legalábbis ezen a hátsó oldalon, ha felmászunk a gerendákra, akkor a következő képet mutatja. Itt lesz egy átjáró az új épület részre, illetve itt van az előbb megtekintett koszorú. Innen már talán egy értelmezhetőbb képet lehet kapni az egészről. Ide még készítünk fából egy tért falat, ami ezzel a magassággal fog futni, szóval gyakorlatilag a téglából készült tért falal egy vonalat fog alkotni. Erre érkezik egy tető, illetve ennek a tért falnak a közepéből annak a hajlásszögnek megfelelően fog egy 7 fokos tető kinyúlni. Erről már korábban beszéltünk, nem csak az épület első szakaszát, hanem magát a terasznak a fedését is az fogja ellátni. Közben elkészültek a pillérek, 4 darabot kaptunk ebből is. Erre érkezik a külső vonalra 15x20-as gerendából 3 darab, a megfelelő méretben egyébként teljes hosszúságban fog futni, illetve a fal mell és vegyidőbellel és menetes szárral rögzítünk majd faanyagot. Erre a párhuzamos vonalra érkezik majd az a merőleges bordaváz, amely majd a deszkaborítást fogadja ennek a terasznak a járó felületéhez. Elkészültek a furatok a lábak részére, a kettő középső pillérbe 2-2 lábat tettünk bele, hiszen a gerendák toldását csak így lehetett megoldani. 3 darab, közel 4 méteres gerenda fog érkezni az első sorra, illetve a hátsó falra pedig pallókat fogunk rögzíteni. A pallónak a hátsó oldalára, arra a hátsó oldalára, amely majd a betonnal fog csatlakozni, bitumenes lemezt tűzünk fel, azért, hogy megóvjuk annak az állapotát hosszú időre. Maga a fal a kiindulási pontunk, ettől a vonaltól számítottuk a merőlegest, amelynek az érkezése ez a furat lett. A másik oldalnál ismét mértünk egy merőlegest, megkaptuk a kettő végpontot, egy csapózsinór segítségével összeütöttük a kettő pontot, amelynek eredményeként ez a vonal került felfestésre ide, illetve a másik pillére. A rendelkezésünkre álló 33 cm-t 3 részre osztottuk, 11 cm-enként pedig készítettünk egy-egy furatot. Ebbe a kettő furatba fog belekerülni az oszloptartó kehely, kb. Ebben a formában, így még nincs beleragasztva. Itt érkezik a másik bele, és a toldást így oldjuk meg, a gerenda érkező vége ehhez a papucshoz lesz rögzítve, míg a következő gerenda pedig ebből a pontból fog indulni. Az egész ház előtt futó gerendasor az így néz ki, 15x20 cm-es keresztmetszettel, ezeken a betonpilléreken nyugszik. Az erre érkező 4 darab oszlopnak a kiosztása szimmetrikus, 43,5 cm-t mértünk el a ház sarkaitól mind a kettő oldalon, ugyanezt a 43,5 cm-t mértük el azon az oldalon, illetve a fennmaradó távot elosztottuk 3 egyenlő részre, amelynek eredményeként ez ide került pont a toldás mellé,
a másik pedig egy picivel a pillértől jobb oldalra eltolva. Ebben a formában az ajtó is többé-kevésbé középre került, ami egyébként az épületet pontosan felezi. A következő terv pedig nem más, mint az, hogy erre a betonfelületre fel fogunk rögzíteni 2 darab pallót, 2 darab egymáshoz szögelt 15 cm széles, 5 cm vastag pallót. Ezeket menetes szárakkal fogjuk rögzíteni ehhez a szakaszhoz, és ahogy már reggel megbeszéltük, a fa védelmének érdekében az első kezelt pallónak a hátsó oldalára, a zöld palló hátsó oldalára feltűztük ezt a bitumenes lemezt. Egyelőre még nehéz lehet elképzelni, de elvileg ebben a formában fog érkezni rá az 5x20-as palló, ez lesz a vázrendszer a járófelületnek, és majd erre a palló terítésre fog érkezni a gyalult fenyődeszka. A gerendák nem csak ezeken a pontokon fogadnak csavarokat, hanem fent is össze vannak kötve, kb. 45 fokban előfúrtuk ezt a 3 pontot, így most már jöhetnek a csavarok. Feltettük ezt a hátsó pallósort, és ami majd elviekben a járófelületnek a falhoz eső oldalát biztosítja, alapcsavarokkal kötöttük meg ezeket a ragasztó és a menetes szár helyett. Itt a helyzet annyi, viszont láthatjuk, hogy egy picit görbe volt az alap, a fát ráhúzattuk ennek megfelelően, sajnos itt nem volt lehetőségünk levésni a már meglévő alapból, ez a terasznak a stabilitását nem befolyásolja, itt muszáj volt az adottságokhoz igazodni. A lényeg az, hogy a palloknak a kiosztását, a rendszert, illetve magát a merőleges terítést sem befolyásolja, ugyanis még szigetelés fog érkezni erre a falra, szóval az összkép az egy teljesen párhuzamos és vállalható terasz lesz. Le kell vágnunk az erre a szakaszra érkező pallókat, egy zöldített pallót, egy védett pallót, illetve egy kezeletlen anyagot, 454 cm hosszan fog felkerülni erre a szakaszra. Az alapcsavarokat már beütöttük, az anyákat, a látéteket eltávolítottuk, megmérjük a pontos helyét, hogy mennyire vagyunk magasan az adott vonalhoz képest a palló középpontjától, és a szelemen kiosztási rendszerrel ugyanezt felmérjük a pallóra. Erről különösebben nem szeretnék beszélni, volt már róla szó korábban, a szelemenek kimérésénél, illetve valószínűleg, hogy majd ennél a szelemennél is vissza kell térnünk rá, szóval majd akkor pár szóban megemlítjük, hogy melyek azok a pontok, amikre érdemes figyelni. Innen talán távolabbról még jobban lehet látni a betonban ezt az ívet, amit majd muszáj lesz kiküszöbölnünk, de ahogy az előbb mondtam, minden pallót adott méretben 198 cm hosszban vágunk le. Ezt a külső oldalát fogjuk nullába hozni, hogy egy szép egyenes vonalat kaphassunk. Felrajzoltuk a merőleges vázkiosztásnak a pontos érkezési pontjait. Ez az 5x20-as pallóknak az érkezési helye, nagyon nagy csodák nincsenek, a szokásos 41,6 cm-es kiosztással dolgoztunk itt is, nullából indultunk. Ahogy látjuk, a kiosztással nem volt gond, zökkenőmentesen fogadja a 15 cm-es láb mellé az 5 cm széles pallót ez a padozat, aztán megyünk tovább, szintén X-ekkel jelöltük a pallók érkezési pontjait, jobb és bal oldalt jelöltünk. Ez csupán irányadó jelölés, mivel egy 36,6-os blokkrendszerrel fogunk érkezni, azt használjuk majd az első, és egyben a hátsó oldalon, hogy mindenhol párhuzamosan tudjunk haladni, 26 darab pallót fogunk majd feltenni összesen, és ahol egyedül módosítani kellett a kiosztást, az itt ez a hátsó láb volt, ugyanis ide érkezett volna közvetlen a papucs mellé elvileg az 5 cm széles palló. Ez a vonal jelölte a 15x15
cm-es gerendának a jobb és a bal oldalát, szóval nem tudtuk volna közvetlen betenni a fémlemez mellé, így muszáj volt vagy balra, vagy pedig jobbra elcsúsztatni a dolgot. Mi nem balra mozdítottuk, hanem áttettük az oszlopnak a túloldalára, ezáltal itt egy picivel 40 cm alá került a tengelytáv, itt pedig egy picivel 40 cm fölé érkeztünk. Lényegi jelentősége nincsen, 2 méteres távolságon az 5x20-as palló garantáltan stabil járófelületként fog funkcionálni. Elérkeztünk egy újabb reggelhez, a mai napon befejezzük a terasz járófelületét. Az előző napon a szerkezetnek a felét fel tudtuk állítani, a mai napon megalkotjuk a váz hátra levő részét, illetve feltesszük a váz elejére a lazúrozott és a gyalult elemet is, lássunk is hozzá. A pallók elején kihúztunk egy zsinort az indító palló, illetve a másik oldalon a záró pallónak az éléhez, ehhez igazítottuk az összes pallót. Ugyan a pallók mérete 2 méter hosszúságú egységesen, de valamelyikből le kellett vágni a betonnak a hasa miatt. Itt még a 2 méter van. Itt már muszáj volt módosítani, és ott is vettünk el a végéből 2-2 cm mindegyikből, és láthatóan ott is majd el kell még vennünk. Itt akár 3-4 cm is lehet az eltérés. Egyelőre itt csak szerkezetépítő csavart kapott, és akkor erre a részre fogunk feltenni egy lazúrozott és gyalult pallót, ami az első sort fogja zárni, illetve kicseréljük majd ezt a pallót is egy lazúrozott, gyalult pallóra. Ez lesz az oldalsó eleme, és a másik oldalon is majd így járunk el annál a pallónál. Éppen ezért ezek már szögelve vannak egymáshoz, viszont ez a blokk nincsen hozzá szögelve az indító pallóhoz, hogy könnyedén tudjuk azt majd cserélni. Egy centiméter lejtés van egységesen ebbe az irányba, szándékosan így lett szintezve a fogadó gerenda.
kiszedtük a 4 darab pallót, a 4 darab 4 méteres 5x20-as pallót, aminek gyalulva van mindegyik oldala, illetve egy réteg lazúrt már fogadott azért, hogy az időjárásnak jobban ellen tudjon állni, addig, amíg a terasz teljes egészében fel nem épül. Ezeket most kicseréljük a kettő szélére, illetve feltesszük egész hosszan az épület első szakaszára is. Annyi változás közben történt, hogy nem fogjuk tudni feltenni a másik fehér pallót, a gyalult pallót az épület elejére, mármint a szerkezet elejére, ugyanis ebből az irányból kell majd csavaroznunk. Szóval a következő a terv, először betesszük a lábakat, és a következő alkalommal feltesszük majd a szerkezet élére a gyalult és a lazúrozott pallókat. Addig is vágtunk pár darab lépcsőt, 3-4 fokot készítünk, hogy amíg nem leszünk itt, illetve amíg az épület további része épül, addig könnyen fel tudjunk jutni a teraszra, ne kelljen ekkorát lépnünk. Lépcsőkészítésről pár szóban nem így kellene hivatalosan fogadni, ugyanis más kialakítást kellene tennünk ehhez a fogadó részhez, de most mivel félkész épületről van szó, reméljük, hogy ez a felfogatási rendszer is megtartja arra a rövid időre, amíg ez el nem kerül innen. Ez nem a végleges lépcső, 3 elemet vágtunk ki, 4 fok készült, lépcsőgyártásra most nem térünk ki, majd talán egy epizódban erről beszélünk bővebben. A függőleges vonalakat most nem zárjuk le, csupán a lépő felületeket fogjuk elkészíteni erre a 4 fokra. Egyébként itt hivatalosan nullába kellene érkeznünk, de van 3 mm eltérést, ezt ráfoghatjuk arra, hogy gyorsan csináltuk, illetve arra, hogy a talajt valószínűleg a méréskor egy ponton sikerült csak megmérni, és a talajnak az egyenetlenségéből adódóan megérkeztünk ezzel a 3 mm-rel alacsonyabb szinthez, ez normál esetben nem elfogadható, amennyiben végleges lépcső lenne, nyilván nem hagynánk így, de a következő pár hétben tudunk élni ezzel a minimális eltéréssel. Még egy fontos kiegészítő információ, az OSB váz, az nem elfogadott, általában pallóból készül, legalább 25 cm széles, de jellemzően 30x5-ös anyagot választunk ki a lépcső készítéséhez. Mai napot ezzel a pár kockával zárjuk, érkezünk a következő alkalommal. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, szevasztok!